És akkor irány az utolsó bajnokság. És visszaálltjuk defaultra az egészet. Na. 5 verseny. 5 verseny. 15 kör. 968. Hát azzal sok esélye nem lesz, mert az egy szar. 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 Na, akkor még egyszer utoljára induljunk el ezen a pályán is. Amúgy itt jobb oldalon ott láthattátok, hogy volt valami fa, vagy nem tudom mi, ami lezárja ott az utat. Elég durva, hogy így változok az idők, de változom én is. Másra voltál tegnap, de én akarlak mégis. Ha megbántad, mit tegnap tettél, ne félj a mától. Igen. Nem. Nem tudom, mit kell mondani. Mi volt ez? Mi ez megelőz? Miről beszél? De mi van ezzel a játékkal? Itt nekem már simán el kéne agyabugyálnom a gépet. Erre mit csinál? Hogy vezet így? Valami itt kurvára nincs a helyén. Értem, hogy 3 nehézségi szint, de ennek ellenére totál könnyen el szoktam verni itt a gépet. Még itt is. Valami nekem itt nagyon nem tetszők. Na jó, oké, akkor így kell vezetni, akkor így vezetek. Nekem annyira nem nagy probléma. Hopp, egy bevágódás. Hopp, a tökéletes ív, és igen, hát igen, meg Mr. Tökéletes. Ah, te szerencsétlen. Még én kerülgesselek. Tegnapi nap komolyan, utána március 26-át, több okból is. Csak annyi volt benne a jó, hogy leültem, befejeztem egy remixet a kiadónak, és tetszett az előadónak. És ez mi ez? Mi ez? Mi ez? Csodajáték! Ez mi volt? Ez mi a faszom volt? Mi? Elment a fal mellett, és akkor még annak regisztrálta, hogy én még a falban állok? Hát basz meg, ilyet nem csinálunk. Ilyet nem csinálunk. Nem. Oké. Hogyha így játszik a játék, hogy unfair velem, akkor én is fogok. Rendben. Hol megy a gép? Ott megy a gép. Jól van. Jó, persze, megint Mr. Tökéletes játszik. Of course. Miért is ne? Cock blocked. Cockblocked. Persze, nekik a falnak, akkor nem is megyek neki. Azért ilyet ne játszunk el, hogyha kérhetném.
Na, Riviera az legalább egy olyan pálya, amit szeretek, és rövid is. Itt gond nélkül el fogom majd úgy állni a gépet. És nem lesz ilyen, hogy falnak menésnek regisztrálja azt, hogy ott állok az út közepén, meg ilyeneket. Ilyen most nem lesz. Nem. Ez kicsit lassú volt, de ennek ellenére szép lassan és biztosan meglépek a géptől. És mindjárt vége is az első körnek, és ott volt egy lámposzlop, aminek majdnem neki mentem. Lámposzlop for the lose. Aha, egy 14 első körben, jó. Na. Hát most a gépnek köpni, nyelni nincs esélye. Helyes, köpni. Na, így kellett volna menni az első versen is. Tönöm! Legalább megvan az a kérdés, hogy sikerül-e felzárkózni? Kérdőjel. Na, ez szerintem egy 1 perc 10-es köridő lesz. Nem, ez gyorsabb lesz. 1 perc 6. Annyi. És még csak falnak sem megyek, szóval még javítani sem kell, max a fékeket. De az triviális költségű. Na, akkor most jön egy jobb kanyar, rökékezünk 80 valamennyire. Ott hol tűnt a tábla? Mindegy, meglepett egy picit. Nem baj. Max még a felfüggesztésre, meg a karosszériára lesz egy egységi javítás. De tényleg, mondom, ez most nem panasz. 3 perc 30 alatt körbeérek 3:30 alatt. Yes! You beat the track record. Congratulations. Na. Ez a verseny is kész, és maradt 3. Amelyből egynél nem sok dolgom lesz. Szóval ilyen kárpótláskép. Az már a legutolsónak, direkt amúgy. Desert Valley. Ó, csak a fék... 666 kreditet kell javítani. Nézzük. Naplemente. Na, harmadik verseny. Melyik pálya is ez? Ó, azt hiszem sejtem. Na, vágjunk bele. Ah, 968-os, már hogy kezd lemaradni? LOL. You died. Tök jó, hogy már ennyitől nem világít a baloldali lámpája. Na. Kérdemelten átvettem az első helyemet. Felkiáltójel. De azért óvatosan kéne vezetni továbbra is, mert nem kéne összetörni a kocsit, fölöslegesen. El sem hiszem azt, hogy végre van lehetőségem úgy versenyezni, hogy nincsen az, hogy megszakítják a felvételemet, random bejövök tévézni, anélkül figyelembe venném azt, hogy videózol dolgokkal. Hihetetlen, héten először, pénteken van lehetőségem erre, viszont most nem álltottam be a fényerőt. Pillanat. Valamit mindig elfelejtek. Amint beteszem a lábom valamiba, valami mindig történik. No, szóval... Fasz, hogy a hétvégére összejönnek a dolgok rendesen. És amint vége ennek a Need for Speednek, mert ugye ezen kívül van még kemény 2 verseny, abból is az egyik, hát hogy mondjam magának, eléggé egyszerűcske lett. Úgyhogy lesz idő dolgozni a reklámos projektem.
Hihetetlen. I'm feeling happy, bitch. Tényleg most az egyszer jó napom van. Hihetetlen, hihetetlen, és odakint olvad a hó, és az RTL 2. No, szóval... gondolkodtam azon, hogy most miről kéne beszélni, de eszembe jutott az, hogy bármi ilyen hülyeséget mondtam az előző 4-5 részben, amikor dühös voltam, azért előre is, hát előre utólag is elnézést kérek. Nem nagyon gondolok minden komolyan, amikor dühönben elkezdek beszélni. Tényleg, volt már erre példa, hogy porró jártam ilyen ügyben, de azt sikerült megbeszélni. Ja, és az már amúgy mikor is volt? 3 éve, sőt még több is talán. Úgyhogy tanulság, gyerekek, hogyha dühösek vagytok, akkor néha jobb, hogyha visszafogjátok magatokat, és nem mondjátok ki azt, amit gondoltok, mert általában rosszul járhatok azzal. Persze, videóban jó ez, de akkor ne adott személyek, vagy mit tudom én, téma felé irányuljon a dühötök, hanem például szidjátok a játékot magát, hogyha tényleg szar a játék, hogyha jó a játék, és neked megy szarul, akkor viszont szidjad magadat, és szidjad azt, hogy miért nem sikerült. Ennyi. Mert általában, hogyha egy jó játékot szidsz, akkor az nem biztos, hogy eredményes lesz számodra. Tegyük, hogy van egy videó, amiben szidsz egy olyan játékot, amiből, mit tudom én, több millió példányt eladtok. Ha elején elmondod, hogy ez csak a személyes véleményedet takarja, és senki más nem folyásol be abban, hogy ezt elmondjad, akkor talán még meg is bocsátható, hogy kimondod, hogy X játék szar szerintem, mert, és akkor tényleg indokod meg, hogy szerinted miért szar, és nem az, hogy játszol vele 10 percet, és az első pályát nem bírod megcsinálni. Ma akkor nem a játék szar, hanem vagy te nem állsz a játékhoz hozzá elég jól, vagy egészen egyszerűen nem neked való. Figyeljetek, nekem is vannak olyan játékműfajok, amelyek számomra nem feküdnek. Itt van például a stratégia. Jó, bevallom, az XCOM Enemy Unknown-nal viszonylag jól elszorakoztam, abból is kellett írnom 2 nyelven ráadásul, de mondjuk ott jó volt ketté osztani Ádán a csapat. Miért erről beszél? Nem, javítunk. Szóval... a stratégiai játékokban se hülye vagyok. Ó, nézzétek, esközeső. És... mi volt még? Sportjátékok. Ha most valaki a kezemben nyomna egy FIFA 10X-et, akkor én csak így visszakérdeznék, hogy miért? Miért? Az lenne tényleg az epic fasság, hogyha valaki a kontaktomnak küldene postán egy FIFA-t, hogy mutassam be azt. Értitek? Egy FIFA-t. Amikor én annyira hülye vagyok azon a játékokhoz. Mindenkinek már ez egyik lámpája nem világít. Mi ez? Mikorig mondtam neked? Hát itt kicsiket jobban kéne fékezni, kedves V. Na szóval... az hatalmas kibaszás lenne felém. A lámposzlop! És sikerült elkerülnöm a lámposzlopot. Na, jó nap lesz ez. Ez nagyon kajtott mögöttem, de... I don't give a damn Moses last shit! Óvatosan. Nem hajt a tatár. Mindig a falnak kúrja a Porsche-ját. Úgyhogy egyszer tudja, hogy nagyobbat fog hibázni, aminek következtében képes leszek arra, hogy megelőzzem. Na, erről beszélek. Direkt így óvatosan vezetek. DJ C7, nem nézzük DJ C7 dallamokat. Sem. Azt hiszem csak egy száma volt. Fly Away. Önök a topon eszem viszont. És miért beszélek Hands Up zenékről? Van olyan, aki az ilyen műfajban jártas és kommentálni szokott nálam gyakran. Nevet nem mondok direkt, mert a rendes polgári neve van kiírva áll a YouTube-on jelenleg. És a profil nevét meg elfejtettem, sajnálom. 1.40, micsoda? 1.40 itt a rekord? Vagy én vezetek kurva lassan, és még szarul is. Hát, seggezzél már, mit képzesz magadról? Nem vicc, ne seggezzél, ah, te büdös személy.
te senki. Hanyas vagy te? Hanyas. Van nálatok hanyas? Úgy van. Szexuális kontaktus létesített a két porsénk. Oldalba betámadtam. Pont. Nem baj, tényleg most már annyira nem tud érdekelni, mert ez az utolsó, úgymond rendes verseny, mert van még egy, de ott szerint úgy van, ez egy szarú, gyerünk. Ha nem vagy a közelemben, akkor én simán meglépek tőle. Na. Tehát, kedves hölgyek, kedves urak, készüljünk arra, hogy nem sokára ennek a videósorozatnak is vége szakad. Hogy vége lesz. Óvatosan, fa, ez egy 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 fa. Ennyire művészi számot rég nem hallottam. A felfüggesztés azért már szarakodik, mert nem áll egyenesen a Porsche-m. Én legalábbis érzem rajta, hogy óvatosra kell venni, hogy ne legyen az, hogy még jobban összetörő, mint aki ott mögöttem közlekedik. Jó, én is szoktam ilyen stílusban vezetni, de nem ma. Elkerültük a lámposztopot, zsír. Kellemetes kis Hakuna Matata mentes videó lesz ez. Hogyan ide a... Miért idézek Oroszlán királyból? Valamit a tudatalattim szerintem akar közölni veletek, csak én nem tudom, hogy mi akar az lenni. Mármint így nem tudatalatt. Anya, ki akart a játék? 4, 42, 45. Igen, miért nem? 4, 44, 44. Nél is akkor mondaná fel, de Andy, akinek olyan érdekes pajuszkája meg szakálla lett. Igen. Igen. Láttuk róla mást is azóta. Mindjárt itt a verseny vége. Na még egy... Vagy két kanyar, szerintem két kanyar. Nem, egy kanyar, mert itt van az egyenesben vége. Bye-bye! You beat the track record! Congratulations! Úgy van, azért a gép is szemmel láthatólag az első kanyart a befejezés után nem bírta volna bevenni rendesen. Nice job, Electronic Arts! Nice job! Rendben, akkor most következzen az utolsó verseny. Ahol annyira élvezettel fogom megnyerni azt, hogy azt öröm lesz nézni. Nos, tehát itt vagyunk, Japánban, a kikötőknél. A dokkoknál. Ez egy egyszerű verseny, hölgyek és urak. És már 2 perc, 4 másodperc, 37 századit a leggyorsabb kör. Nem kell annyit tennetek, hogy megnyerjétek ezt a versenyt. Egészen egyszerűen pottyanjatok le! Így. Ez most komoly. Igen, most levágtam a pályának a 80%-át. Sőt, 90-et. Hát jó, 90, nem, 80-at. Jól látjátok. Én ezzel most nem szórakozom. Igen, ezt mutatta be annól random gameplayben, csak sötét volt. De látjátok, hogy mit csinálok. Úgy verem hülyére a gépet, hogy kihasználom a pályának a tervezési hibáját. Nem megyünk át. Anya, beakadtam. Letolatunk. Nem megyek én arra el, hülye vagy. Azt felejtsd el. Szóval... Nem is a inkább a játék hibája ez, hogy nem rak automatikusan vissza oda föl, hogy nehogy levágjad a pályát, de nem rak oda vissza föl, úgyhogy engedi, hogy levágjad a pályát. És látjátok, 2 kör előnyel nyertem.
két kör előnnyel nyertem. Amíg én három kört csináltam, ők addig egyet sem. De akkor az nem három kör előny, mi? Nem, az első kört már majdnem befejezték, én meg a harmadikat fejeztem be, szóval két kör előnnyel nyertem, és ennyi. 70.000 kredit. És 911 C4-jel nyertem, és itt a C4 nem a robbanóanyagra akar referálni, hanem arra, hogy ez egy Carrera 4-es, ami 4 kerék meghajtású, és most figyeljetek mi jön. Congratulations! You have successfully completed the evolution mode. Azért megnézzük, hogy mindent megnyertem-e. Igen, azok megvannak. Azok is megvannak. És azok is megvannak. Jön a végső bónusz. Előtt elmentjük. Ide elmentjük. Így, 26-hoz. Yes! Yes! Anya, ment, kész. Na, nézzük, mit kapunk. Megszerezted az összes arany trófeát és befejezted az evolúció módot. Be akarod gyűjteni a végső bónuszodat? Igen. És mit kaptam a 100%-os teljesítéshez? 10 millió kreditet, illetve egy jelenetet. Ezt a zenét nem értem, hogy miért nem használták fel a játékban, mert szerintem ez egy egész hosszú zene. És ebből a pénzből akár az összes autót megveheted, hogy szeretnéd, mondjuk annyi helyed nem lesz, de lehet látni, hogy van egy pár kocsi, amit megvehetsz, hogyha annyira akarsz. Viszont én elköszönök tőletek. Ennyi lett volna a Need for Speed Porsche-án is PS1-es verziója. Az első videóban ugye random gameplayben bemutattam az arcade módot felületesen, a hibát a rendőrnél, hogy 1 km/h és gyorshajtásra büntet, illetve ezt a japán pályát, ahol két kör előnnyel simán tudsz nyerni. Aztán a Factory Driver módban egy videóban befejeztem nektek 100%-ra azt, néha pehjesen, de néha nagyon tűélességgel véve a kanyarokat. És végül az evolúció módot, amely kicsikét hosszú lett, de ez várható volt, szintén kivégeztem nektek 100%-ra. És ennyi lett volna akkor ez a sorozat. Találkozunk legközelebb, ami reméltek már a Test Drive 5-6000 feliratkozónál. Szóval köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, azoknak külön köszönöm, akik végignézték. Turostáska, Sajtos Kifli és Vós Perec. Sziasztok!